Erdélyben a magyarok egyik első számú célpontja Kolozsvár főterem. Ez nem véletlen. A magyarság kiemelkedő szimbólumaként itt található a Mátyás szobor, illetve a Szent Mihály templom. Ez utóbbit egy magyar építőipari cég újítja fel. A 700 éves gótikus templom a magyar történelem egyik legjelentősebb épülete. A falai között 50 országgyűlést rendeztek, és itt választották fejedelemmé az Erdély aranykorát megteremtő Bethlen Gábort. A felújítást végző kis csoport erre utalva a maximális felelősségtudatot hangsúlyozta közleményében. Teljes mértékben szerkezeti felújítást fogunk elvégezni. Felújítás alatt megemlíteném a kőfelületeket, több mint 10.000 négyzetméter kőfelületet kell tisztítsunk. Megemlítenném a tetőszerkezeti munkákat, ami 480 köbméter faszerkezetből áll, ebből nagyságrendileg 160-180 köbméter faanyagot fogunk cserélni. A munkák során megújul a hatalmas templom rendkívül komplex tetőszerkezete. Az épület emellett kőrestaurálást is kap, a homlokzatok is megszépülnek. A beruházás egyik legizgalmasabb eleme a toronyba beépítendő acélszerkezetű lépcső lesz. Ennek segítségével a 80 méter magas neogótikus torony állandóan látogatható lesz. Nagy megtiszteltetése számunkra, hogy ezt a megbízást megkaphattuk, és a lehető legjobb tudásunk szerint fogjuk ezt a munkát elvégezni. Ráadásul a kivitelező vállalta, hogy a felújítás ideje alatt a szentmiséket továbbra is zavartalanul tudják majd megtartani. Az átadás várható időpontja 2021 vége.